Uraim, megvan a mai propaganda főhőse, Nagy Zsolt, mutasd a pofát! Nagy Zsolt, ez a színészene gyerek, aki kiválóan görkorcsolyázik, hegedülni nagyon nem tud, egyéb iránt pedig a Szezon című új magyar film egyik főszereplője. Gyerek már! Hello! Én szigorúan neveltek? Nagyon, igen. Hát ilyen fizikai nevelés is volt. Nem voltam túl jó gyerek. Hogy én nem laktam az apáméktól, meg úgy őket nem vertem át soha, meg nem mártottam be őket. Máshol. Tehát úgy szégyent nem hoztam rájuk, azt gondolom. Persze valamiről nem tudnak. Te itt születtél? Nem, én az ország másik végén születtem, Szabolcs megyébe. Kíváncsi vagyok, hol lakik az ifjú magyar Charles Bronson. Nekem mindig ez jut eszembe rólad. Ezt nem mondták még neked? De. Sőt, a szezon forgatás alatt végre. Komolyan? De te nem fogadod el? Fasság. De miért nem bírod a Charles Bronsont? Nem, nagyon szeretem a Charles Bronsont. Nem tudok valamit kezdeni ezzel a Charles Bronsonos dologgal. Itt már vannak barátaid? Vagy itt nem is kellenek? Hát nem nagyon vagyok itt, úgyhogy nincsenek barátaim. Mindig ilyen nálatok a kert? Most nagyon szép. Virágok, narancslé. Tehát van egy ilyen családi... Oda szoktam kiülni oda a teraszra föl. Ott a napernyő alá. És egyedül? Akkor ott megreggelizek. Nem, szeretek a feleségemmel, a gyerekkel lenni. És akkor az olyan béke reggel. És akkor így elindulok. Az úgy kell, az úgy hiányzik. Nekem kell, hogy én nem hazajövő, nem vagyok ez a nagyon hazajárós típus. Hogy a munka letesz, és akkor rögtön jövök haza, hanem hogyha esetleg úgy van, hogy összetalálkozok valamelyik barátommal, és esetleg régen találkoztunk, akkor bennmaradok, és akkor jön a telefon, és akkor nem megyek haza. És ez szakmai ártalom? Tehát minden színész ezt csinálja? Nem tudom. Ez emberfüggő szerintem. A feleséged, de jól megvagy? Igen. Azért kérdezem, mert hogyha ránéz az ember a feleséged, egyből látja, hogy ez egy nagyon szép, rendes asszony. Legalábbis nekem ez jött le egyből. Ehhez képest mindent elvisel tőled? Nem, hát azért nem így van ez. Hát neki is vannak elvárásai, amiknek meg kell felelni. De hát ez így jó. De hát közben ő nagy szabadságot ad nekem. Meg hát én is neki. Ő is csinálja a saját dolgát, én is csinálom a saját dolgomat, meg ő pszichológiára jár az RT-re, úgyhogy így elég egyszerű dolgom van. És a Zsolt az hiszt is alkat? A színészek sokszor hisztisek. Nem hiszem, hogy hisztis lenne. Nem vagyok hisztis, utálom a hisztit én. Igen. Úgyhogy nálunk nincs hiszti. Nincs. Le lehet kommunikálni szerintem. Aki meg hisztizik, az olyan, mint a megsértődés, azzal nem lehet mit kezdeni, és akkor most megsértődni nem érvényes, az hülyeség. Egyébként is volt egyre közelebb kerül a Tao-hoz mostanában, úgyhogy... Tao-hoz? Igen. De miért, könyveket olvasol, vagy mit csinálsz? Hát ne, ez most nem. Csak így mondtam. Nem, csak így, ahogy vizsgálom mostanában így a világot így. De hát ez, de messze van ez még a Tao-tól. A barátaim igazán a Kapa, a Sanyi, a Csányi Sanyi, a Terhes Sanyi, ezek az emberek azok, akik igazán közel visznek engem ez a fajta, hogy nézd a világot, hogy lásd a dolgokat. Hát az emberek a barátaim, meg amik történnek vele, hogy valami sokkal nagyobb organizmus működik a világon, mint az én saját kis érdekeim. Tudom, hogyha cigarettázok, akkor rákot fogok kapni, nekem ezt ne dörgöljék bele az orromba. Utáltam azt, hogy azzal sokkolnak, hogy rákot kapsz, hogy a terhes nők dohányzása halált okoz, és ne sokkoljanak, hogyha kifizetek egy doboz cigarettáért 600 forintot, akkor hagyjanak engem ezzel békén, és akkor megtaláltam ezt.
annyit kellene még variálni, hogy fényképpel is illusztrálni ezeket a dolgokat. Inkább csak azt hiszem, hogy na, ezt a szöveget olvastam-e már? Mert keresem az újat. Elrettentett, mert le akarok szokni a cigiről. Eldöntöttem. Azt, hogy nem tudok, az egy dolog. Sok ember nem akarja abbagyni a cigit, mert nincs jó élete, minimális dolgai vannak. Néha megiszik egy sört és cigizik, ennyi van neki, ez az életben, ez az öröme. Tudod, mint a keresztapában ott ülni öregen egy ilyen ez hintaszéken, vagy micsodán egy ilyen kis napozószéken, és akkor ott ijeszgetni a gyerekeket paradicsommal a számba. Jaj, nagyon szuper! A szája, meg az orra szerintem egyértelműen Zsolté. És a szemére szokták mondani, hogy az enyém, annak ellen, hogy az enyém az zöld, de inkább ugye a tekintetében talán rám. Meg még talán a füle, ennyi. Unod az egészet? Hát így is lehet, ilyen kis lazán. És nagyon akaratos. Tehát most azonnal teljesüljön, amit szeretnék lehetőleg. Jó, az a legjobb, amikor röhögő görcsöt kap valamit. Menjél csak. Menjél. Igen, egyébként ezt tegnap fogalmaztam meg, hogy én úgy nevelem a gyereket, hogy nagyon nagy szabadságot adok neki. Nagyon keveset vagyok itthon, és azt csinál, amit akar. Ká. A ká az egy ősi mitikus szótag, képzeljétek el. Megtaláltuk egy könyvben, igen, és a világ mindenséget jelenti. Ká. Majdnem elkaptam a visszapillantódat. A büszke át tulajdonképpen. Itt volt egy állvány, ami most ott van. Ezt megpróbáltuk leszedni, és az onnan eldőlt ide az egész, és akkor én alatta voltam, és az apósom így megtartotta. De azt hittem, te tartottad izomból. Hát igen is. Csak az volt, hogy amikor így rándult, akkor így ez történt, hogy én így beszorultam az egész alá, és majdnem meghaltam. De most ott áll, és felállítottuk mi hárman. Először is azt mutatnám meg, hogy hogy verték szét a kőművesek a falat. Tehát a barbár majom munka igazán, amit itt át kellett volna fúrniuk, ezt most elmondom a tévébe is, amit itt át kellett volna fúrniuk két ilyen kis lyukat, ilyen csőméretre, ezt kivésték és kiütötték, és meg tovább arra a falra, aminek leszakították az egész sarkát az állatok. És megverted őket? Nem, sajnos nem találkoztam velük, de úgy elmagyaráztam volna nekik, hogy most így nem kapják meg a pénzüket, és elmennek innen a stikába. De miért ilyen karakám vagy? Ulika, öreg cimbora, de régen nem láttalak. Kislányok veled vannak. Kérsz egy sört? Köszi, nekem már van. Atya már fölök nem csinált semmit. Na, az én kedvem. Adja már. Te takarod vissza a kapuba. Egészségedre. Ez kellett. Becsétet hol van? Elkenődött. Elkenődött. Biztos, amikor kezet mostam. Na, vidd ki a cigány gyereket. Mit mondtál? Takarodják innen. Kedenc napi beosztásod? Reggeltől estig. Leló.
Az a legjobb. Kedvenc felkelési időpont? 7 óra. Lefekvési időpont? Lefekvési időpont? Hajnal. A kedvenc filmem az 5. pecsét. Kedvenc regényed? Hrabálnak a véres történetek és legendák. Kedvenc mozdulatod? A festés. Kedvenc rendezői instrukciód? Ne átélj, átéri. Kedvenc rendeződ? Schilling. Kedvenc színészed? Ó, olyan nincs. Kedvenc nőtípusod? A csajom. Miért kell elmenekülni? Tomboldi néha. Mondom, diszonancia az a legizgalmasabb. Tűzből vízbe. Ez a legjobb. Most meg. Persze, de te már egy kényelmes típus vagy. Te már megállapodtál, te már megnyugodtál. Csak mit lesz egy marha vagy terasz, aminek én nagyon örülök, hogy majd ki lehet jönni. Hogy hallgatos, akkor is ki lehetem. Ilyen ritmusával vagyok tisztában sokszor a dolgoknak, tehát elég jó ritmusérzékem, és akkor ezekkel tudok elég jól operálni, vagy ahogy megfogod az embereket egy-egy pillanattal, vagy egy kitartasz egy-egy mozdulatot, vagy egy sírás, vagy egy csend. Te verset jól tudsz mondani? Ja, próbálkoztam vele, és soha nem értem el vele sikereket. Nagyon szerettem verset mondani, de hát még a kezdeti stádiumban volt ez, amikor elkezdtem ezt az egész pályát. És hát nagyon szentimentális voltam, én azt gondolom, a versmondáshoz, és a versmondáshoz szerintem hideg fej kell. Most már szerintem sokkal jobban mondanék verset. Pontosan ezért, mert rájöttem a nyitjára. De rá lehet jönni mindennek a nyitjára? Hát azért ez így durva. Hát nyilván a tökéletességében nem tudsz megfejteni semmit. Hát akkor nem tudom, te vagy az Isten. Tehát a teljes tökéletességet nem. De mitől függ? De valami, amitől működik úgy, hogy elfogadják a nézők. Vagy elfogadják az emberek, vagy valamilyen szinten tudsz varázsolni. Mit csinálsz? Ne legyél már! Legyél már el! Az én kocsimat csinál valamit akarok! Ne! Tehát egy darabban 4-5 pillanat van, ami elviszi az egész előadást. 4-5 olyan, nem lehet megcsinálni szerintem egy előadást 100%-osan elejétől a végéig teljesen hitelesen. Lehetetlen. Az én tapasztalataim szerint. Ez a 4-5 pillanat, ami megvan, és szerintem ez az, amitől egy előadás elrepül. Én egyébként ösztönös színésznek gondolom magam, tehát nagyon sok mindent úgy oldok meg, hogy az improvizáció. Beledobnak egy szituációba, elmondják, hogy miről szól az egész szituáció, és akkor ösztönösen, ami következik, és talán így is építek fel egy figurát ösztönszerűen, és akkor ezeket megpróbálom utána rögzíteni. Én nagyon dolgos színész voltam a főiskolán, nagyon sokat dolgoztunk. Sokat hívtak rendezővizsgákba, reggeltől estig melóztunk. És elég agresszívan nyomtam. Az mit jelent? Hát ez a szétégetni magad mindenben, csak az energia, csak az erő, csak az erős gesztusok. Tehát nyilván a testalkatomból is adódik, valahogy efelé tolódott minden. Mindent erőből megoldani, és most valahogy a süső elkezdett vinni a másik oldal felé, hogy aggyal dolgozni egy kicsit. Ugye általán ez az, ami most izgat engem. És persze nem is tudok róla igazán beszélni, mert még csak próbálgatom azt, hogy mi is az, amikor nem arról szól, hogy megfogod a másikat és erős gesztust adsz neki, és egy nagyon kemény nézés, hanem csak egyszerűen a létezés maga. Hogy tudsz úgy hitelessé válni, és úgy nagyon erőssé, biva erőssé válni, hogy csak létezel. Jo 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 j
Én a Zsoltot mindig hallom megedülni, megőrülök tőle egyébként. Néha, főleg a Sirály előtt szokott sokat hegedülni, egy előadásunk előtt, mert ott a maga szereplő hegedül, az elviselhetetlen. Tehát amikor nincs semmi más vágyam, nekem is ott egy elég nagy szerepem van, semmi más vágyam nincs, csak hogy csend legyen, akkor szoktak ketten hegedülni. Zsolt meg a Tilo Werner, mind a ketten hegedülnek, az elviselhetetlen. Ráadásul eddig a Fészekklubban játszottuk ezt az előadást, ahol olyan akusztikai körülmények vannak, hogy még sokkal hangosabb az egész, és egyszerűen nem lehet elmenekülni. Ez iszonyatos. Ez a lényeg, hogy ez tánczene. Egyébként nincsenek saját számaink, nem is nagyon van ilyen zeneszerzői ambíció, és inkább olyan számokat választunk ki, amit tetszenek nekünk, valamit azért, mert egyáltalán nem ismert, valamit azért, mert nagyon ismert, és akkor abból próbálunk valamit csinálni. Zsolt volt mindig az, aki legelőször elkezdett táncolni egy koncerten, tehát ez hihetetlen fontos, egy ilyen popzenei koncert. Én ezt nem tudtam, hogy ez ennyire fontos, de kell egy ember, aki elkezd táncolni, mert utána már aztán jön meg. Tehát a Zsolt, amikor nem volt koncerten, akkor nagyon nagy bajban voltunk egy ideig. Most már könnyebben veszük, de eleinte ez nagyon-nagyon komoly probléma volt. Nagyon szerettem volna megtanulni kottát olvasni, onnan indult az egész. Nagyon szerettem volna hangszeren játszani, a hegedűt imádom, és akkor így adódott a lehetőség, amikor a Liliumban játszottak ilyen zenészek, hegedűs, bőgős, harmonikás, meg egy klarinétos, és akkor a hegedűst így figyelgettem, és megkérdeztem, hogy tanítaná, és akkor elkezdett tanítani. Vettem egy hegedűt, akkor éppen volt elég sok pénzem, tudtam venni egy hegedűt, vonót, tokot, és akkor így elindult az egész. És aztán később rájöttem arra, hogy ez az egész iszonyatosan fegyelmez, pontosít, tanít, az egész hangszer. Azt hittem, gyorsabb vagy. Lejár a nap, mire ideérsz, azaz. Látod már ezt, itt ez új portál lesz. Itt kezdtél, főiskola után ide érkeztél meg először? Igen. Ez volt az anyaszínházad? Itt volt az első előadásunk bizony. Oh. Művész vagy te, nem tisztességes ember. Ez még a Lilium ajtó. A Liliumban lefestettük aranyra a fa szerkezeteket. Voltak benne ilyen ligeti padok, és az egészet kimeszeltük, kifestettük, és ilyen ligeti hangulatot csináltunk, faágak voltak benne, meg minden. Szuper jó volt. És aztán... Ez egy igazi színházi közösség, itt dolgozni kell. Tehát megtanultál festeni, fúrni, elején... faragni. Az elején igen, az elején az volt. Mi pakoltuk a díszleteket, mi csináltunk mindent. Bátya! Most vagy a izé, a sráccel, a izével csináljuk ezt a műsort. Mizébe, hogy is hívjákkal? Trillatillá, hogy kicsit. Kivel beszélsz? Csányi Sanyival. Nem jön ide? Nem gondolta meg magát? Nem tudom, hát most itt elkezdünk borozni, és akkor majd végzünk valamikor. Akkor menjek én, és akkor esetleg a kockás terítősben megiszunk egy sört. Jó, oké, akkor majd te végzek, hívlak, jó? Oké, csá.
Csányi a legjobb haver? Aha. Hát ő a fiamnak a keresztapja. A esküvői tanunk, minden. De van nektek valami borklubotok, amit a Csányival alapítottatok, azt minek alapítottátok? Igen, a mocsokpiák miatt alakítottuk a igénytelen minőségű borok ellen, és nem tudom, így elkezdett minket érdekelni, hogyha már iszunk, hogyha már elég sokat iszunk, akkor ígyunk úgy, hogy az minőségű legyen, és akkor nem leszünk tőle betegek, hanem testet, lelket, szellemet, mindent nemesít a nedű és a nektár. Mennyi bort kell inni ahhoz, hogy borszakértő legyen az ember? Hát először is kóstolni kell sokat, rendszeresen, naponta, és lehetőleg világ minden tájáról. És mennyi idő az, amíg megszokja a szervezet? A szervezet hozzászokik viszonylag gyorsan, ha adottságai az embernek megvannak, jó orra van, szája van, érzéke van hozzá, és bírja az alkoholt. Négy alapvető tulajdonságcsoportot bírálunk, és nem véletlen, hogy egy ilyen teljesen fölfelé szűkülő, jeltelen, színtelen, díszítés nélküli talpas pohárban kóstoljuk a bort, egyharmadig töltjük, mert ebben lehet igazán az érzékszerveinkkel nézni azt, hogy milyen is az adott bor. Mikor kitöltik, megnézzük először a színét, tisztaságát, ez az első. Ehhez kell egy gyertya, ahol szépen átvilágítjuk, hogy teljesen tükrös, fényes, csillogó legyen a bor, ez az alapvető követelmény. A második tulajdonságcsoport a szín. Ezt csak akkor szoktuk pontozni, értékelni, amikor már megkóstoltuk a bort, mert hisz a színnek összhangban kell lenni a szájban kóstolt minőséggel. A harmadik az illat. Itt van értelme, hogy egyharmadig töltöttük, mert körbeforgatjuk a poharat, orrunkhoz vesszük, nem túl hosszan, beleillatozunk, elhúzzuk, mint a mézes madzagot az orrunk előtt a poharat, hogy ne fáradjon el a 10.-20. bor minősítése során, és érzékeljük, hogy milyen illata van a bornak. Közben megnézzük azt is, hogy mennyire tapad föl a bor a pohár falára, és milyen vastag csíkokban folyik vissza, mert ez utal a bor testességére, teltségére, cukortartalmára, tehát már sok mindent elárul számunkra. Ezután következik a igazi kóstolás, a szájba vétel, amikor egy pici kis kortyot veszünk a szánkba, azon keresztül gyakorlott kóstolók egy kis levegőt szívunk át, hogy a hideg pohárból a mondjuk fehérbornál 12-13 Celsius fokos bor szájba jutva, fölmelegedve, fölszabadulnak az illat, aromaanyagok, az keresztül jusson a garaton, orron, és még a levegő is segít ebben, és ezután lenyelve egy kis kortyot, mert le kell nyelni, nem köpködni állandóan, lenyelve egy kis korty bort, értékítéletet alkotunk az amatáról. Tehát valahogy így. Nem, ez nekem ilyen természetes állapot. Valahogy így a családomban is ez természetes volt, hogy gyerekkorunktól kezdve azt láttuk, hogy a felnőttek isznak. Nekem is ugyanolyan természetes dolog az, hogy én iszok, és természetes dolog az, hogy erre forog, pörög az életem. Most még én kezelem az alkoholt, és nem az alkohol engem. Ez egy nagyon váratlan pillanatban jön el, amikor már ő kezel téged. Azt nem tudod tetten érni. Hát, de van egy feleségem, majd ő látja, aztán majd szól. És hallgatni fogsz rá? Igen, megpróbálok majd. Meg hát ezért nem tudom, ilyen mágikus körbe belekerülsz, amikor így részegeskedni elindulsz a cimboráiddal, és akkor így tényleg a topzódás, a felszabadultság, a gátlástalanság, a szeretet, a vigyázunk egymásra, hogy akkor hogy elindul az éjszaka, mert annak van egy szaga, van egy íze, akkor minden fény olyan furcsa. Azt például nem utálod, hogyha az ember sokat iszik, akkor mindig vannak visszatérő témái, valami bekattam. Hát... igazán így a kisebbségi komplexusom. Ezek, hogy akkor viszont nekem kell a középpontban lenni, és én nagyon-nagyon lelkis vagyok. Tehát, hogyha nagyon mocsok részeg vagyok, akkor nagyon-nagyon lelkis vagyok. Akkor elkezdek lelkizni, ami már visszataszító mondjuk olyankor. De most már egyre kevesebbet sírok részegen, és ez kell. Most, hogyha berugok, akkor a legjobban egyébként most, hogyha részeg vagyok, akkor nézni szeretek csak ki a fejemből.